Nem mindennapi vendége volt a Natural Fitness teremnek, hiszen Molnár Péter személyében egy háromszoros világbajnok fogadta el a ladányi meghívást, illetve tartott motivációs tréninget. Hagyományunkhoz híven szeretném folytatni a sportágunk népszerűsítését Püspökladányban, ezért elhoztuk nektek és a püspökladányi sportolni vágyó fiataloknak Molnár Pétert, a többszörös világbajnok testépítőt, aki több szövetség világbajnoka, jelenleg az egyik legnépszerűbb magyarországi testépítő, aki rendszeresen járja a világot, rendkívül sok versenyen vesz részt. Júniusban csak ezen az egy hétvégén volt szabad, és ezt az egy hétvégét is ránk szánta. A rendkívüli izomtömeggel rendelkező, s legalább ennyire szimpatikus testépítő szinte minden héten más és más országban lép színpadra valamilyen nagy versenyen, így külön megtiszteltetésnek számít, hogy ezen az egy Magyarországon eltöltött hétvégén elutazott ide Püspökladányba. Március végén befejeztem a felkészülést, illetve hát akkor indult el a szezon igazán. Április 3-án volt az első versenyem Angliában, és én azóta minden hétvégén külföldön voltam. Most hétvégén itthon tudtam így maradni, ahogy így megbeszéltük, jövő héten megyek Olaszországba, utána Hollandia és Horvátország, Litvánia, és akkor tudok pihenni egy kicsit augusztusban, aztán Kína augusztus 20-át, és onnan indul a téli szezon, úgyhogy ezt most sikerült így pont beszúrnunk. Molnár Péter eredményei önmagukért beszélnek, hiszen amit csak lehetett, mindent megnyert a világon, s talán nem meglepő módon jobban is ismerik külföldön, mint itthon. Talán ami így kimagasló, az Európában a legnagyobb verseny, ez a Duetori, Olaszországban, Trofeo Duetori, azt sikerült kétszer megnyernem. A háromból, egyszer indultam még fiatalon, és az nem sikerült. Aztán Hongkongban a WBPF World, egy ilyen profi verseny, az is egy szép eredmény volt, illetve Szingapurban a Singapore Pro, WBPF, és, de ami kimagasló, illetve van három abszolút világbajnoki címem, három szövetségnél. A WBPF-et Indiában sikerült megszereznem, a Vabát Németországba, az NAC-t is azt hiszem Németországba, és majd még a Nabbát szeretném Angliába, az tavaly nem sikerült. Illetve a legnagyobb eredmény talán a karrierben az a Kuwaiti Wawan Classic volt idén, ami egy nagyon nagyrangú amatőr verseny volt, a legnagyobb rangos eseménynek számít az amatőr világban, és ezt sikerült megnyerni. A szakemberek szerint Molnár Péter egy genetikai csoda, ám a rendkívüli adottságainak a kiaknázásáig hosszú utat tett meg. Tinédzserként, amikor először ment le a konditerembe, egyszerűen csak szúnyognak becézték a többiek, olyan cingár srác volt. Ám amikor 17 évesen elkezdett komolyabban foglalkozni a testépítéssel, hamar kiderült róla, hogy óriási lehetőségek rejlenek benne. 17 évesen sikerült találkoznom ezzel a sportággal, illetve már előtte is néztem az ilyen izomzattal rendelkező embereket, hogy miben különbözhetnek a többiektől, de addig nem sikerült rájönnöm. Szerettem volna egy ilyen alkatot kialakítani. Ugyebár az akkori akcióhősök így néztek ki, és engem ez motivált, nekem is kialakult egy kép, hogy egy férfinek hogy kell kinéznie. És ez 17 évesen történt, most 34 évesek, úgyhogy is az életem felét ezzel a sporttal töltöttem. És nagyon vékony voltam, hát, mint a legtöbben. 55 kilós testsúlyra rendelkeztem 17 évesen. Most körülbelül a duplája vagyok 34 évesen. Miután már szinte minden megnyert a világon, amit csak lehet, így adott a kérdés, hogy vajon mi motiválhat még egy testépítőt nap mint nap a kőkemény munkára? Mindig előrefelé nézek, tehát szerintem aki versenyző, az nem tud megelégedni az eredményekkel, meg mindig van tovább hova fejlődni. És mivel most már eljutottam, hál' Istennek arra a szintre, hogy a sport megélhetést is biztosít számomra, ezért ez is egy motiváció, de hát nagyon motivációs faktornak tudnám nevezni ugye a srácokat, akiket tudok esetleg motiválni, viszont motiválnak engem azzal, hogy mások számára tudok esetleg motivációt jelenteni, illetve a barátaim, a családom és az edzőm, akik rengeteg türelemmel vannak felém és segítik a munkámat. Nem lehet egyszerű minden héten máshol versenyezni. Repülőtér, szálloda, konditerem, verseny, majd kezdődik minden előről egy másik országban, vagy épp egy másik kontinensen. Persze a sikerek mindezt könnyebbé tehetik, ám az mindenképpen példaértékű, hogy többszörös világbajnokként a szabadidejét nem sajnálva próbálja népszerűsíteni a sportágát. Én szeretek itthon motivációs tréningeket tartani, mert talán srácokat egy kicsit közel tudom hozni a sporthoz, mert nagyon sokan nem találják magukat, nem találják, hogy vagy nem mernek esetleg így belefogni komolyban a testépítésben, mert attól félnek, hogy ez nem okozhat megélhetést.
nekem is, amikor az elején voltam ennek a sportnak, nagyon szegény családból származom, és nem láttam azt, hogy hova lehet esetleg eljutni ezzel, de én azt érzem, hogy nem csak a testépítés, azért bármely területen, ha valamit komolyan csinálunk szívből, az előbb-utóbb úgy is eredményre fog vezetni. Az a jó, hogyha mindig látjuk a hibáinkat abban, amit csinálunk, és megpróbálunk feljavulni benne, illetve azok a személyek, akik nem látják a mi utunkat, csak hülyeségnek tartják esetleg, vagy le akarnak beszélni, ezeket nem kell meghallgatni. Nem látják azt, amit mi, abba az irányba kell haladni, amit mi által elterveztünk, és aminek látjuk a végét. Ez utóbbi megállapítás akár egy üzenetként is felfogható. Molnár Péter egyébként nem csak motivációs tréninget tartott, hanem ezt követően a hallgatóság közül kisorsolt két szerencsés résztvevőre közösen edzett is egyet.